Nem is olyan régen, még a Fucsovics Mátonéhoz hasonló pályafutást jósoltak a szakemberek a nyíregyházi Csonka Gábornak, aki a hazai korosztályos versenyeken elért sikerek után a nemzetközi mezőnyben is kipróbálta magát olyannyira, hogy 4 évvel ezelőtt felkerült a férfi világranglistára. Fucsovicshoz hasonlóan ő is megfordult a Stuttgarti Akadémián, majd úgy döntött, hogy felhagy a versenytenisszel. A 22 éves fiatalember 1 évvel ezelőtt ösztöndíjasként került az Ohio Dominican Egyetemre, ahol első pályás játékosként szerepelt az intézmény második divíziós csapatában, mégpedig olyan sikerrel, hogy őt választották meg az egyetemen az év teniszezőjének, és valamennyi sportág képviselője közül az év sportolója címet is ő nyerte el. Teljesítményére több magasabb osztályban szereplő csapat is felfigyelt, így Gábor ősztől Louisianában folytatja pályafutását és tanulmányait. Az egy nagyon jó egyetem lesz, Louisianában van, Baton Rouge városában. Ők top 25-ben vannak, mint Division 1-es program, illetve maga az iskola is egy gyönyörű hely, úgyhogy nagyon örülök, hogy oda felvettek. Gábor augusztus közepéig Nyíregyházán készül, majd elutazik az Egyesült Államokba, ahol új állomáshelyén is szeretné megismételni a legutóbbi szezonban nyújtott teljesítményét.